Emeljük fel szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy elcsendesedhetünk a te szent színed előtt, és hálás a mi szívünk azért, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. És ahogyan most az utóbbi énekünkkel megvallottuk, a te szíveden megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Kérünk, drága Szentlélek, hogy te munkálkodj a szívünkben, ahogyan hallgatjuk a te szent igédet, ahogyan igyekszünk megtartani, minden erőnkkel azon lenni, hogy olyanná váljunk, mint Urunk és megváltunk, Jézus Krisztus. Kérünk téged, jó Urunk, munkálkodj a mi szívünkben. Munkálkodj abban a szívben, amelyből oly sok minden indul, oly sok minden elkezdődik, elhatározások, döntések, indulatok. Ott van a szívnek az öröme, a szomorúsága. Ott van a szívnek az akarata, az előretörése, de ott van az elcsükkedése is. Istenünk, kérünk, hogy munkálkodj bennünk, abban a szívben, amelybe befogadtunk téged, Úr Jézus Krisztus. Istenünk, kérünk téged, hogy te állj meg a mai napon is. Segíts, hogy rólad bizonyságtévő életünk nyilvánvaló legyen, mind a saját, mind pedig mások számára, akik a legközelebb állnak hozzánk. És segíts Istenünk, hogy megéljük a benned való hitet, és megcselekedjük a te akaratodat azok számára is, akik éppenséggel nem közvetlen családtagjaink vagy barátaink, hanem idegenek, akiket nem ismerünk, vagy éppenséggel olyanok, akik felé a szívünk nehéz. Mert vannak olyanok is, akik felé a szívünk neheztel, és fájdalmak vannak, megbántások, és meg nem bocsátás talán. Jézusunk, drága Krisztusunk, így kérünk, hogy szólj most a mi szívünkhöz, munkálkodj bennünk, és segíts, hogy amiről hallunk, annak ne csak hallgatói legyünk, hanem megcselekvői. És kérünk, Jórunk, hogy használj bennünket, mint áldott eszközeidet a te kezedben, hogy csatornáid legyünk mások felé, akik életébe áldásként adsz, vagy akarsz adni bennünket. Jézus Krisztus, a te szent nevedben imádkoztunk. Hallgass meg bennünket a lélek közösségében. Amen. Kedves barátaim, az Istennek szent igéjét Mózes 4. könyvének 6. részéből, a 22. verstől a 27. versig szeretném szívetekre helyezni, leülve hallgassuk meg Isten igéjét. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Kedves testvéreim, kedves barátaim! Az Efézusi levél első részében, amit Szabi felolvasott, az ige mai ige szakaszunkból, Pál apostol részletes leírást ad arról, hogy mit tesz Isten az ő népe, az ő gyermekei életében. A mai ige szakaszból azt hallottuk, hogy Jézus Krisztusban szeretettek, kiválasztottak és áldottak vagyunk. Isten annyira szeretett minket, hogy a szabadságunkat Szent Fia vére által vásárolta meg azért, hogy eltörölje minden bűnünk. Krisztusban a mennyei Atya áldásait kaptuk meg. Az apostol pontosan ezt írta az Efézusi levélben. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának,
már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. A kérdés itt az, hogy mit kezdjünk azzal a sok áldással, amit Istentől, mennyei atyánktól kaptunk Jézus Krisztusban. Csak magunknak tartsuk meg? Vagy megosszuk másokkal is? Legyen az a jó magyar közmondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, amikor az áldásokat vizsgáljuk? Vagy pedig azért kaptuk azokat az áldásokat, hogy azokkal megáldjunk másokat is, hogy azokkal használjunk mások életében. Mai vasárnap keressük a választ ezekre a kérdésekre. A textusunkban, a Mózes 4. könyvében azt találjuk, hogy Isten azt a megbízást adta Mózesnek, az ő szolgájának, hogy mondja el Áronnak és fiainak azt, hogy hogyan áldják meg Izrael népét. Isten konkrét leírást, útmutatást ad ezzel kapcsolatban. Az áldás az Úristentől jött a papok részére, akik az áldást továbbadták a nép felé. A papoknak két fő elhívásuk és feladatuk volt. Egyrészt ők voltak a közvetítők, Isten és a nép között, ők mutatták be a népért való áldozatokat az Úrnak. A másik fontos feladatuk pedig az volt, hogy az áldás közvetítői legyenek. Hogy az az áldás, amit kaptak Istentől, az átáradjon rajtuk keresztül a nép felé. Amikor Jézus a világba jött, akkor tökéletes áldozatot hozott a kereszten, mint a mi főpapunk. Ő mutatta meg, hogy mit jelent áldást elhozni és áldást továbbadni. Mert mindannyian Jézus Krisztusban áldottak vagyunk, és ez az ő eljövetelével, kereszthalálával, eltemettetésével, de a harmadnapon való feltámadásával és a mennybe menetelével indult. Krisztusban a mennyei Atya megáldott minket minden lelki áldással azért, hogy ezt mi tovább adjuk. Miért tehetjük meg ezt? Azért, mert királyi papság vagyunk, testvérek. Királyi papság vagyunk. Péter első levelének, 2. részének, 9. versében ezt találjuk. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Eszerint tehát mindazok, akik Jézus Krisztusban hisznek, azok az új szövetség papjai. Ahogy korábban hallottuk is, a papok egyik fő feladata az, hogy az áldás közvetítői, továbbadói, csatornái legyenek. Fontos, hogy megmutassuk a világnak Isten áldásait, illetve azokat meg is osszuk másokkal. És ne felejtsük el azt, testvérek, hogy amikor például esik az eső, akkor azt nem a csatornának köszöni meg az ember, ugye? Ezt egy kedves barátomtól hallottam még Magyarországon, ezt a jó mondást, és mennyire igaz, hogy az esőt, a mennyei áldás nem a csatornának köszönik meg az emberek, amely közvetítői, hanem az eső adójának, a mennyei Atyának, a mi Istenünk. És amikor arról beszélünk, hogy hogyan adjuk, hogyan közvetítsük ezt az áldást mások felé, akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban. Hogyan tudsz te és én áldás lenni mások életében, az áldás közvetítői lenni, mely Istentől jön. Hadd hozzak néhány példát a saját életemből. Néha látjátok azt, hogy az Isten tiszteletek után imádkozom bizonyos egyháztagokért, akár itt az ajtóban, akár a Betel nagyteremben, és kezemet rájuk téve megáldom őket. Akár ide a vállukra, vagy akár a szívükre, de megáldom ezeket az embereket, egyháztagokat. Azonban Isten egy templom falain kívül is használni akar.
Az Úr mindig hoz bizonyos embereket az életembe, és elkészíti az alkalmat, hogy hogyan imádkozzam értük, és hogyan áldjam meg őket. És ezzel kapcsolatban két konkrét példát hoztam számotokra, amely az elmúlt néhány hétben történtek velem. Az egyik nap a falmászó helyen, mint ahogy legtöbben tudjátok is, szeretek falra mászni, na nem azért, mert az emberek oda kergetnek a nagy idegességben és feszültségben, hanem sportszerűen, sportvitelszerűen szeretek falra mászni. Ez a kedvenc sportom, nagyon szeretek kikapcsolódni, és mindenkinek mondom, hogy minden izmot megmozgat, hála Istennek, és ott tényleg ki lehet adni sok mindent, sok feszültséget. És ott ezen a falmászó helyen egy fiatalember jött hozzám. Nem tudva azt, hogy lelkipásztor vagyok, egy kérdést tett fel nekem. Életének egy fontos döntését osztotta meg velem. Igen, jelentőségteljes döntés volt, ami előtt állt és áll ez a fiatalember. Én pedig arra bátorítottam őt, hogy bízza ezt az ügyet Jézusra, és kérje az ő vezetését életének egy fontos döntésében, és biztos lehet abban, hogy az Úr vezetni fogja abban az adott dologban. Saját életemből is hoztam fel példát, hogy én is rábíztam magamat Istenre, nem is egyszer életemnek különböző területein, és Isten vagy így, vagy úgy mindig utat mutatott. Előbb vagy utóbb mindig elkészítette a választ számomra. A beszélgetésünk végén felajánlottam, hogy imádkozom érte és megáldom őt. Nagyon hálás volt mindezért. Egy másik alkalommal arra lettem figyelmes, szintén a falmászó helyen, hogy az egyik falmászó fájlalja a hátát. Ott dörzsölgettem, meg láttam, hogy az arca is ilyen fájdalommal telik meg, és megkérdeztem tőle, hogy mi történt. Elmondta, hogy becsipődött már régebben egy idegszál a hátában, és nehezen tud falra mászni, és meg nehezen tud mozogni. Mondtam neki, hogy keresztény vagyok, nem mondtam meg, hogy lelkipásztor, keresztény vagyok, és szeretnék érte imádkozni, ha megengedi. Igent mondott. Tehát imádkoztam érte, és rátettem a kezem arra a helyre, ahol a háta fájt. Ő is nagyon hálás volt mindezért. Hogy meggyógyult-e, nem tudom, mert azóta nem találkoztunk, de azt észrevettem, hogy mindez pozitív hatással volt rá, és mosollyal távozott el, és köszönt el a falmászás után. Hadd kérdezzem meg tőled, kedves testvérem, mikor volt az utoljára, hogy megengedted Istennek, hogy használjon téged abban, hogy áldás legyél mások számára? Talán mondhatod azt, hogy hát könnyű a lelkésznek, hiszen ő ezt tanulta, meg ezt csinálja, ahogyan el is mondta az Isten tiszteletek után, meg még a falmászó helyen, könnyű neki. Ő tudja, hogyan kell. Kedves testvéreim, kedves barátaim, hadd mondjam el azt, hogy a megbízatás az mindenkié. Nem egy különlegesen kiválasztott csoportra, egy elitre vonatkozik az, nem csak a lelki pásztorokra, a szolgálókra, hanem mindannyiunkra, ahogyan hallottuk Péter apostol első leveléből, hogy királyi papság vagyunk. Tehát ha te Jézus Krisztusban hiszel, és Krisztust elfogadtad, mint uradat és megváltódat, akkor ezek a privilégiumok, kiváltságok rád is vonatkoznak. Te is az áldás közvetítői te is az áldás közvetítője lehetsz. Isten téged is fel akar használni abban, hogy másokat megáldjon rajtad keresztül. És ez egy annyira csodálatos dolog. Amikor mások életét meggazdagítod, amikor másokért imádkozol, és tudják azok az emberek, hogy imádkozol értük, amikor másokra ráteszed a kezed, és megáldod őket, akkor az nem tűnik el nyomtalanul. Isten valamit ott elkezd cselekedni az ő szent lelke által. A megbízatás tehát, és a megbízás, az mindannyiunké, kivétel nélkül, akik Krisztusban hiszünk és vele járunk. Az Úr megáldott téged és engem azért, hogy áldás lehessünk mások számára, ezért
megtesszük és betöltjük a papi elhívásunkat. Ma reggel arra szeretnélek bátorítani, hogy legyél Isten áldásainak közvetítője. Kérlek, legyél használható eszköz az Úr kezében, mert kimunkálhat valamit az életedben és mások életében is, és ezt figyeljük meg rajtad keresztül. Lehet, hogy éppen pontosan téged akar felhasználni, akár a családod életében, barátaid életében, munkahelyeden, vagy ahogyan hallottátok is, egy idegen életében, akivel csak egyszer, vagy talán párszor találkoztál, de nem ismeritek egymást. Kedves barátom, legyél nyitott Isten áldásaira, mert ahogy megáldasz másokat, te magad is egyre áldottabb leszel az Úr Jézus Krisztusban. Isten segítsen, és áldjon meg ebben a csodás elhívásban és megbízatásban. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk, drága édesatyánk, magasztalunk téged, és dicsőítünk téged azért, hogy elhívtál bennünket. Elhívtál bennünket, bűnös embereket, de mégis Krisztusban megváltott bűnös embereket, arra, hogy mi az áldásait közvetítői legyünk. Köszönjük neked, hogy Krisztus Urunkkal mi a királyi papság részesei lehetünk. Minket elhívtál, mennyei atyánk, a te fiadban, a Szentlélek pecsétjével arra, hogy mi a te eszközeid legyünk, a te áldott gyermekeid, a te királyi papságod, hogy azokat az áldásokat, amiket nekünk adtál, azokat nehogy megtartsuk mindent magunknak, hanem azokat átadjuk másoknak. Mindaz átáradjon a mi életünkön keresztül mások felé. És Istenünk, ez egy kifogyhatatlan forrás. Muszáj ezt meglátnunk, hogyha áldást adunk, áldást osztunk a mi életünkön keresztül, akkor az nem apad el, mert te vagy az áldás forrása, mennyei atyánk, és az kifogyhatatlan. És ha adunk, te akkor adsz többet. És amit többet adunk, akkor te még többet adsz. És áldunk téged ezért, hogy minket erre hívtál, hogy csatornáid legyünk. És amikor valamit megteszel az életünkben, és az áldás átárad mások életébe, és így áldjuk meg őket, Istenünk, akkor a hálát, a dicsőséget, a köszönetet azt nem a csatornának kell megadni, hanem mi magunknak is. Neked kell megadni a hálát, dicsőítést, köszönetet. Te legyél megdicsőítve mindenkor, mindenben, a mi életünkben, atyánk, amikor használsz is talán csak egy pillanatra a mások életében, hogy áldott eszközeid lehetünk. Istenem, én így áldom meg, mint a te szolgád, a te elhívott pásztorod, az én gyülekezeti tagjaimat, és mindazokat, akik nézik ezt a mai igehirdetést, hogy segítsd őket, hogy az áldás közvetítői legyenek. Hogy azt az elhívást, amit adtál az életükre nézve, az betöltsék. Betöltsék, atyám. Én így kérlek, hogy te áld meg bennünket, ahogyan hálaadásra készülünk e hónap végén. Ahogyan családtagokkal, barátokkal fogunk találkozni. Segíts, Istenünk, hogy mindez rólad szóljon, mindez téged dicsőítsen meg, és meglássák az emberek rajtunk, hogy mi a Krisztus Jézuséi vagyunk. És Krisztus Jézus által az áldás eszközei. Jó Urunk, köszönjük neked, hogy elhívtál bennünket az Úr Jézus követésére, és mi igent mondhattunk. És segíts igent mondani ebben is, Istenünk, ebben a csodás elhívásban és szolgálatban. Bárhová megyünk, bármit is csinálunk, segíts, hogy figyelmesek tudjunk lenni a te drága szent lelked hangjára, amikor arra indít, hogy áldjuk meg azt az embert. Tegyen bátorságunk,
Ne féljünk, Istenünk, mert Te ott vagy velünk, és Te elkészíted az utat. És maximum mit kaphatunk? Talán elutasítást, és azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem kérek ebből az áldásból. Istenünk, az élet megy tovább, és attól függetlenül önmagunkban azt a személyt megállhatjuk, és imádkozhatunk érte, különösen, hogyha fontos. Istenünk, kérünk Téged, hogy áld meg bennünket ebben a szolgálatban, és Te vigyázz, jórunk, a mi életünkre, a mi gyülekezetünkre, egyházunk életére, és magyar népünkre, hogy mi magunk is áldás legyünk mindenben. Jézus Krisztus szentnevében imádkoztunk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket.